A járványok korára kell felkészülnünk, mondta a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásában Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Koronavírus Kutatóközpont vezetője. Ebben egyetértenek a szakemberek mindenhol, Jakab professzor szerint. A mi kutatók szerte a világon és Magyarországon is arra figyelmeztetünk, hogy a fertőző betegségek a térhódítása figyelhető meg az elmúlt években. Ez egy nagyon emelkedő tendencia. Láttuk ugye az ebola járványt, kisebb-nagyobb lokálisan kitörő járványokat Afrikában, Ázsiában és világszerte. Mi azt gondoljuk, hogy sajnos a számos globális tényező összefüggésében nézve az elkövetkező években fel kell készülnünk arra, hogy hasonló járványokkal kell számolni az emberiségnek. Az, hogy a helyi járványokból mikor és melyikből lesz világjárvány, mennyire súlyos helyzetet okoznak, ez megjósolhatatlan. Jakab doktor szerint a Covid-dal szemben is csak időt nyerünk idén. Lesz egy tavaszunk és egy talán fellélegezhető nyarunk, de hogy mi jön utána, mi lesz az ősszel és a következő téli felsőlégúti fertőzések szezonjában, ez most nem megjósolható. Azt gondolom, hogy a populációt természetesen át fogja immunizálni az Omikron, azonban azt is vallom, vagy gondolom, hogy ez a védettség ez néhány hónap alatt lecseng, és a következő szezonban esetleg egy teljesen új variáns érkezik, és az Omikron ellen kialakult védettségünk is megkopik. Lehet, hogy visszatér egy olyan változat, amelyik a tüdőt is támadja, nem úgy, mint az Omikron. De enyhébb variáns is megjelenhet, ez is kérdéses ma még. Az oltások felvétele fontos a kutató szerint. Az első kettő alapoltás elengedhetetlen, a harmadik pedig emeli a védettséget még az Omikronnal szemben is. Az, hogy kell-e negyedik oltás, még kérdéses. A professzor szerint nem biztos, hogy szerencsés 4 havonta terhelni az immunrendszerünket. Szerinte az évenkénti ismétlő oltás lehetne megoldás, de ez is majd idővel kiderül, hogy járható út-e.